Sziasztok! A Hyper csapat nemrégiben kirakott egy videót a saját csatornájára, amiben azon morfondíroztak, hogy két almáról megpróbálták megállapítani, hogy vas tartalma van, és a mágnes elhúzza. Ehhez képest nem elhúzza, hanem... hihetetlen. Taszítja. De vajon miért? Hát nyilván vas kell, hogy legyen benne. Az almában ugyan igaz, hogy van vas, de egyrészt ez a milligramnak a töredékét teszi ki, ami szinte elhanyagolható. Másrészt nem biztos, hogy olyan formában fordul elő, amit vonzana a mágnes. Harmadrészt pedig, ha valóban van benne vas, és a vasat vonza a mágnes, akkor az egész almát hogy taszítja. Lehet, hogy azért, mert... polarizált az alma, és lehet, hogy így kevésbé aktív. Kezdjük inkább máshonnan a történetet. Amikor a hétköznapi életben a mágnes hatásaira gondolunk, akkor elsősorban az jut eszünkbe, hogy a vasra, meg még néhány más fémre a mágnes fogja magát, és rácuppan. Másra meg nem, és ennyi. Hát, ez többé-kevésbé igaz is, feltéve, ha ferromágneses hatásra gondolunk. De az a helyzet, hogy a többi anyagra is hat a mágneses tér, csak egy nagyon kis mértékben. Ráadásul kétféleképpen is hathat rá. Egy ahhoz nagyon hasonló kísérletet, mint amit a Hyperes rácok is megcsináltak, annak idején 1845-ben, tehát 172 évvel ezelőtt Faraday is összedobott. Ő simán csak különböző anyagokból készített rudakat lógatott be egy baromi erős elektromágnes két pólusa közé, és azt tapasztalta, hogy bizonyos anyagok a mágneses erővonalakkal párhuzamosan, mások pedig merőlegesen állnak be. Az előbbi csoportot elnevezte paramágneses anyagoknak, a para itt a párhuzamosságra utal, az utóbbi csoportba tartozókat pedig diamágneses, tehát merőlegesen mágneses anyagoknak, valahogy így lehetne fordítani. Ha nagyon nagy katyvasznak tűnik az, hogy most mi áll párhuzamosan, meg mi merőlegesen, maradjunk annyiban, hogy a paramágneses anyagokat a mágnes picit vonza, a diamágneseseket pedig egy icipicit taszítja. Szóval a Hyper kísérletében már látható, hogy valami diamágneses anyaggal állunk szemben, és van egy olyan igen gyakori anyag, ami az almában iszonyatos mennyiségben fordul elő, ez pedig a víz. Igaz persze, hogy a diamágneses hatás rendkívül kicsi, de egyrészt, amint lehetett is látni, a srácok nagyon erős mágnest használnak, másrészt pedig ez a fona, rúd, alma rendszer nagyon-nagyon könnyen el tud fordulni, kis erőhatás is elegendő ahhoz, hogy látható legyen a hatás. A tudományos kísérletek egyik sarokköve a megismételhetőség. Nekem csak ilyen kisméretű neodímium mágnesem van, de hát kis mágneshez kis termés, koktélparadicsomokkal fogom megcsinálni. Szóval ennél a kísérletnél a vas szerepe szinte elhanyagolható. Ami igazán fontos, az a víz és természetesen a diamágneses tulajdonsága. Ez volt a Szertár, sziasztok! Ja, egyébként nem tudom észrevettétek-e, de a másik csatornámon erősen beindult a tartalmak gyártása, úgyhogy ha érdekelnek a kísérleteken túli ismeretterjesztő tartalmak is, akkor csekkoljátok. Sziasztok!